Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és Attack Chopper haladó technikák következnek. Gunnerty kollégával egy nagyon jó kört sikerült futnunk, és aki Battlefield 4-ezik és helikopterezik, az tudja, hogy miért mondom azt, hogy jó kört sikerült futnunk. Azért, mert ugye egy Battlefield 4-en belül Stingerektől kezdve ellenfél helikopterén át, tankokon keresztül minden téged akar leülni, lelőni egyszer, ha helikopterbe vagy. Miért? Mert könnyű, célpont tudsz lenni, ha nem vagy elég tapasztalt pilóta, javítsatok ki tapasztalt pilóták, hogyha ez nincs így, ugye helikopterrel nagyon könnyű célpont tudsz lenni, hogyha nem vigyázol, és itt se történt másképp, azért próbáltak minket bemérni, Stingertől kezdve, vagy akármivel fene se tudja, ellenfél helikoptere lőtt ránk, és végül, ami megszakította a mi kis killstreakünket, az egy tank volt, mert egy pillanatra megálltam a levegőben. Nos, de térjünk rá ugye alapvető technikákra. Az első és leglényegesebb dolog számomra, ezek az én meglátásai, megint csak mondom, az első és leglényegesebb dolog, mindig ott tartom a szememet az ellenfél helikopterén, hogy mikor száll fel a spawnról, netán ott röpköd-e már körülöttem, tehát a fél szemem mindig az ellenfél helikopterén van, mert az jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a stingerek mellett a pályán. Ellenfél helikoptere ugye könnyedén mögé tud lopozni és kiszedni, főleg ha még van neki egy lövésze, és akkor nagyon gyorsan vége tud lenni annak a bizonyos bulinak. Szóval első és fontos, ellenfél helikoptere mindig szem előtt. Hogyan győzzük le az ellenfél helikopterét? Célszerű mindig fölötte lenni, tehát ha a helikopter csatára kerül a sor, akkor az első és alaplépésed az, hogy fölé kerüljél. Tehát fölé kerüljél egyrészt azért, ha fölé kerül, ő nem tud rád lőni, még a lövésze sem tud rád lőni, továbbá te rögtön el tud kezdeni lőni a rotort, a gép a farkát, tehát minél hátulról lövöd meg, annál sebezhetőbb itt is az a bizonyos jármű, tehát ha a rotort, a gép farkát elkezded tudni lőni, akkor igen masszív sebzést tudsz rajta csinálni, és ugye ha fölötte vagy, ő nem fog tudni visszalőni. A másik pedig az ugye, hogyha ügyesebb ellenféllel kerülsz szembe, ő is mindig fölötted próbál maradni, ezért eljön az a pont, amikor egy vonalba vagytok, olyankor például, hogyha már kifogysz a hőérzékelőkről, nagy hasznát tudod venni a hidráknak, például én hidrákot szoktam használni, de akármilyen főrakétát használsz, és hogyha ugye annak a bizonyos kis vonalnak, ami ott mászkál a képernyő közepén, annak az alsó felét nézed, akkor ugye a golyó ejtést számolva a levegőben van esélyed eltalálni az ellenfél helikopterét is. Szóval mindig igyekezz fölötte maradni. Ha úgy érzed, hogy vesztésre állsz, mert fölül kerekedik az ellenfél helikoptere valami oknál fogva, a legtöbb pályán ott van a légvédelmi ágyú. Nem a légvédelmi járműről beszélek, a légvédelmi ágyúról beszélek. Az, ami már automatikus Battlefield 4-ben, nem úgy, mint Battlefield 3-ban, szóval itt a légvédelmi ágyú automatikus. Gyorsan berepülsz a spawnotok felé, hogy a légvédelmi ágyú el tudja mindezt intézni. Ha nincs légvédelmi ágyú, akkor fog lenni egy légvédelmi jármű, és ha annak környékére repülsz, az ellenfél helikopterese, ha tapasztalt, nem fog utánad menni, mert tudja, hogy mi vár ott rá, és ugyanez igaz a spawnnál lévő légvédelmi ágyúról is, de a legtöbb helikopter pilóta azért többségében viszonylag nem annyira ügyesek, ezért megkockáztatják azt, hogy eljönnek utánad a spawnra, és ott aztán a légvédelmi ágyú segítségével ki tudod őket szedni, vagy effektíven el tudsz bújni, meg tudod védeni magad, mert érzik, hogy valami nem stimmel, amit látjátok ott, az a fehér kis kupolás, valami fura sapkás dolog, az volt a légvédelmi ágyú. Nos, a következő a bemérés elleni védelem. Ha elkezdenek bemérni, hallod ezt a bizonyos folyamatos sípoló hangot, már akkor kezd meg a menekülést, és amikor meghallod már ugye azt a bizonyos csipogást, akkor nyomod el a rakéta elhárítódat, hogyha egy móda van rá, és közben folyamatosan menekülsz, meg sem forduljon a fejedbe, hogy helyből megfordulj, mert hogy elhárult a veszély, mert ha egy Stinger mér be, akkor az bizony egy olyan 5 másodpercen belüli egy újabb rakétát jelent, és azt nem szeretnéd bekapni, mert az már mobility hitet jelent neked, úgyhogy mindenképp, ha hallod a sípolást, már menekülőre fogod. Ha hallod azt a szaggatott sípolást, elnyomod a rakéta elhárítót, és meg lehet a dolog. Te fogod érezni, hogy mennyit tudsz kockáztatni azzal a bizonyos helikopterrel,
Amint látjátok, én is itt egészen a spónjukig eljöttem, mert éreztem, hogy Tibi le fogja tudni lőni az elefi heliet, mert az már annyira meg volt sebesülve. Szóval, hogyha már egy ügyesebb pilóta leszel, akkor már igazából érezni fogod azokat a pillanatokat, amikor meg tudod azt kockáztatni, hogy kicsit jobban bemerészkedj az ellenfél területére, de igazából azt nem igazán javaslom, mert ott mindig ugye egyértelműen nagyobb a veszély. A következő, amiről beszélni szeretnék, az a gerilla harcmodor a helivel, hogy így mondjam, a hit and run technika, hogy betámadsz és elmenekülsz. Kicsit azért a valóságot is alapul vesszük, azért nem úgy működik ugye, hogy jön a helikopter, mint a Rambo filmekben, azt ezerrel zúz és mindenkit lelő egy kör alatt, nem, a helikopterek jönnek, beszállnak, levezélik azt a támadást, kilövik amit kell, és már is repülnek tovább, pontosan ugye azért, mert nem tudni, hogy mennyi veszély leselkedik arra a helikopterbe azon az adott környéken, tehát kilövik amit kell, és már is mennek újra tölteni, vagy gyakorlatilag megvárni a következő támadás alkalmát. És neked is gyakorlatilag Battlefield-en belül lényeges pont, ha már elkezdesz tankokra támadni, emberekre támadni, akkor gyakorlatilag én ezt a hit and run technikát javaslom, ezt a gerilla harcmodot, hogy támadsz, és majd utána elmenekülsz, és megvárod azt a következő alkalmat, amikor újra effektív csapást tudsz mérni az ellenfélnek, ellenfélle. Ezt látni fogod zászlófoglalás, hogyha Conquestről van szó, akkor zászlófoglalás pillanataiból ki hogyan áll a zászlóba. Ha közelebb van a 10 pontotokhoz, az azt jelenti, hogy akkor oda ott elrepülhetsz, megtámadhatod azt a közelebbi pontot, ami közelebb van a 10 pontotokhoz. A lényeg az, hogy igyekezz egy ilyen felező vonalat húzni a te és az ellenfél területei között, és a te területen mozgolódj, és úgy segítsd a csapatodat, az előre nyomulását, hogy engedd, hogy ők foglaljanak, te támogatod őket, és az ott lévő ellenfeleket igyekszel kiszedni, és a csapatod minél jobban nyomul, annál jobban tolhatod ki a vonalat te is a helikoptereddel, és ne felejtsd mindig szem előtt tartani, mert ezt a hit and run technikát, mert hogyha nem vagy még elég ügyes lövész, akkor helyből 28 rakétádba kerül a hidrák esetén, hogy kilőj egy tankot, és hogyha kifogysz a hidrákból, kifogy a lőszered, kifogy a hőkeresőt, kifogy a lövészednek a golyója, akkor és nem lesz semmivel, amivel megvéd magad, akkor gyakorlatilag ott abban a percben vége a bulinak, mert repülni sem fogsz tudni olyan gyorsan, hogy effektíven vennéd valamit, ezért támadsz, kiszedtél egy tankot, visszahúzodol, megvárod, hogy feltöltődjön a rakéta, elhárítod a rakétáid, a lövészédnek a golyója. Ha te vezeted a helit, akkor senki nem mondja meg, hogy vezetsz, te vezetsz, és a te biztonságod, és ne hallgass ilyen szempontból a lövészedre, aki megmondja, hogy jó, oda megy, úristen, mennyien vannak. Ahol többen vannak, több a veszély is, tehát te döntöd el, hogy mit szedsz ki, a te játék élményed, a te helikoptered, úgy vigyázol rá, ahogy neked jól esik, de mondom, hogyha effektívebben akarsz játszani, akkor ezt a hit and run technikát javaslom továbbá. Sose lépd át azt a bizonyos képzeletbeli határt azzal a helikopterrel, hogy ne kelljen megfelelőnél több veszéllyel szembenézned, csak azzal, amivel gyakorlatilag a helikopter el tud bánni. Nos, ennyi lett volna a haladóbb technikák, remélem hasznos volt ebből a szempontból ez a kis videó, írjátok meg, ha nem, a tapasztaltabb pilótáknak kérem a tippeket ott hagyni, mert tudom, hogy nagyon sokat tudtok ezzel segíteni azoknak, akik kevésbé tapasztaltabbak. Itt is mi történt? Megálltam egy fél pillanatra, tank már is eltalált. Nos, ez legyen a videó vége, ne álljatok meg túl sokáig egy helyben. Köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam. A következő helikopteres videóig, ha kíváncsiak vagytok, csináltok egy ilyen live kommentár féleséget, hogy mi járt a fejemben. Hogyha egyedül ültem a helikopterbe, hogyan védtem meg magam, ha egyedül ültem egy ilyen atak chopperbe, de azt hiszem a következő részben a Little Birdről fogunk beszélni, és annak haladóbb és rejtelmesebb technikáiról. Köszönöm a figyelmet, még egyszer Necrocrim voltam, sziasztok!